piranha melodia. Hét, ezt majd vinnem kell. Jaj, mi volt ez? Elnézést, gyorsan felveszem ezt a cipőt, aztán megyünk. Az meg nem kéne, hogy csesztesse a mikrofont. Ready. No. Azért. Ha megijedtem, hogy nincs nálam az öngyújtó. Várjunk csak, olyan esőre áll az idő. Akkor az esernyőt el kéne rakni. Na, akkor az esernyő is nálam van. Na, csak tényleg el kéne rakni a táskába. Indokolatlanul van a kezembe. Az van, kérem, alásson. Ugye a hétvégén nem vittem túlzásba a főzést. Úgyhogy gyors összerikkentettem egy tejszínes, sajtos csirke mellett. A húgom elmondta, hogy hogyan készül. Ó, hát ez egyszerű. Akkor ezt a szerítjentjük. Ki van pakolva? Mi van? Hétfő. Ja, akkor jönnek a, minden hétfő jönnek a kukások, de érdekes. Mert egyik héten a normál kukát viszik, a másik héten meg ezeket a narancssárga tetejű kukákat, amik ugye ilyen kertészeti vagy milyen izék, tehát hogy gajak meg ilyen szarok vannak benne. Hát, itt nem söröznek, itt tüzét. Pepsi Max-et isznak. És igen, megint fújkál a szél. Mondjuk most nem olyan erősen, mint ott kint a prérin múltkor. Úgyhogy elvileg ez nem zavarhat be neki, mert ugye az vettem észre, hogy olyan fél szavakat lehetett csak érteni. Amikor úgy jó erőteljesen fújt. Nézzétek.
úgyhogy... Ja. Megint olyan nagy szünetek vannak, mint amit a tegnapiból ki kellett vagdosnom. Persze ugye úgy nem egyszerű vlogolni, hogy az ember közben. Nem is az, hogy gondolkozok, hanem az embernek jár az agya. Amikor mindig meg kell tervezni a napot, hogy hozd össze a dolgokat, hogyan lesz jó, hogy ez a hétköznap kevés szabadidő is optimálisan ki legyen használva. Mondjuk eddig a projekt az mindig sikertelen volt. Mert általában mire eljutnék oda, hogy valamit kezdek, ugye fáradok, hogy örülök neki, ha nem kell megmozdulnom. Pedig most nem lehet játszadozni. A héten le kell adnom két projektet is. Szerencsére ilyen kis dolgokról van szó, nagyokat direkt nem vállalok be. Mert arra már nem lenne időm, hát a saját izeim, amik nagyobb projektek, azok nem haladnak. Esett itt az eső. Úgy elment ez a hétvége, hogy ez valami katasztrófa. Hát ott volt a szombatom, a fél nap. Az semmi, mint hogyha egy-két óra lett volna csak. Na, azt mondta a Gáb, hogyha fölmerem rakni, akkor kinyír. Nem értem miért. Ez miért probléma? We'll be right back.
Pravi. Krempur. И еще цукор. Атран да зукит то долго, как козба. Mai ca ea ismet. Piaz. Cheeseburger hash hat. Az Isten. Gyere ki! Figyeld, minden lefelé esik. Kihallott már ilyet mi? Föl kell mennem a poharamért. De előtte ugye, amiket behoztam. Azokat a helyükre kell rakni. Ilyenbe kell gyűjtenünk a izét. A kartonpapírokat. Ez a műanyag, amit majd már annól mutattam, abban meg mennek a izék. A micsorák. Hát tudjátok, az ilyen dobozok, meg mindenfélék. Ezt kérem szépen elfogyott. Macska, neked volt kajád? Vagy most mi van? Ez kell nekem. Ezt itt hagytam fönt. Vissza a szekrény. Végül ilyen mutymurutyat iszunk. Ez egy Cloudy Lemonade. Ez úgy okés. Megszédültök, annyit mozgolódok itt. Az meg ugye azért, amit tegnap csináltam, hát nem sok van belőle. A tejszínes sajtos csirke csöcsi.
Ja, és azt el is felejtettem mondani, hogy a változatosság kedvéért esik az eső. Mert miért is ne? Igen, és itt száradnak a ruhák, meg rendbe kéne raknom már végre ezt a szobát. Esik. Jaj, meg kéne öntöznem a virágot is. Arról nem is beszélve, hogy azért valamit kéne ott is kezdeni. Akkor a kupleráj van már megint. A múltkor raktam rendbe. Tököm pecsem. Na jó, persze. A mester átlát a káoszon. Úgy azt néztem. Van baj a Facebook? YouTube-nak. Azt mondja. Ott mi van a dobozban? Azt jelöli, hogy összes megjegyzés nulla. Azt mondja, van ott egy, meg ott még egy. Meg azon kívül még érkezett rá komment. Most akkor vajon a megtekintések azok mennyire igazak? De jól emlékszem, akkor pont Sanyóca említette, hogy valami gebasz van a YouTube statisztikájával. Valahol olvasta vagy mi? Nem tudom. Jó, azt megnéztem. Ja, és a másik. Ho-ho. Például innen rámegyek, hogy alkotói stúdió. Na tessék, most meg bedobja. Eddig, ha ezt csináltam, most miért forgatom a kamerát? Akkor de most meg ide nem lehet kattintani. Hát mit csinálnak ezek? Tehát ez jött be. Amikor az alkotói stúdióra kattintottam, akkor mindig ez jött be. Hát mondom, ne szívassanak már. Már csak azért se. De most kíváncsi vagyok. Rámegyek erre megint. Jó. Most a vezérlőpult jön be. Ez mit csinál itt? Megvan ez hülyülve. Na. Szóval jó, valamit nagyon alkotnak itt. A Dropbox az marad nyitva, mert mennek oda felvételek. Ó, paszki! Kérlek, tegyétek fel a honlapra két akciós termékünket. Továbbítom e-mailben. Jó. Hát akkor ezt én el is köszönök, mert nekem ezt meg kell csinálnom. Úgyhogy ti meg legyetek jók és szabatiszták. Tra!